kemény a kömény, a kakuk fő kakuk gól, lesz a kés, a klofoló kiklofol, hogy jog a só, füstönek a fűszerek, röfög a csirke, csipog a sertészelek, fizik a sütő, a kaja már bedobva, forcsog a leves, mindenki lenyomva, hús gombol csorra az asztalon, te főző, Zsoltika, mi meg felfallom. A Gorenje azt állítja, hogy otthon is lehet igazi olasz minőségű pizzát sütni egy egyszerű sütőben. Ehhez ajánlják ezt a kis cuccot, amit én most ki fogok próbálni. Egy kis receptkönyv is jár hozzá. Azt állítják, hogy fa tüzelésű kemencében sült pizza minőséget lehet vele létrehozni. Na, ezt most majd mindjárt meglátjuk. Ez itt a lényeg. Ez egy jó nehéz sütőlap, egy kerámia lap, és ez fogja létrehozni azt a hőminőséget, amit a fatüzelésű kemencék tudnak. Hogyha otthon süt az ember pizzát, akkor avval az szokott lenni a probléma, hogy nagyon lassan kapja meg a hőt a tészta. Ezt viszont, hogyha betesszük a sütőbe, akkor ez előre jól felforrósodik, és azonnal egy óriási hőt kap a pizza. Hát a széntüzelésű kemencéknek az az előnye, hogy azonnal nagy hő van bent. Körülbelül egy olyan 5-6-7, esetleg 800 fok, és ezért van az, hogy a pizzát csak behajítják, 1-2 perc alatt megsül, és már teszik is az asztalra. Na most ezt hivatott ez reprodukálni otthoni körülmények között. A sütőink azok 250 Celsius fokot tudnak maximum, de mivel ez a kő átveszi majd a sütőnek a hőjét, ezért azonnal a pizza egy hatalmas hőt fog kapni, mikor beteszem. Úgyhogy ezt most ki is próbálom. Az első lépésben ezt be is rakom a sütőbe, és fel is teszem turbo fokozatra a sütőt, hogy jó forró legyen, mire elkészítem a pizzatésztát és a pizzaszószt. Most szembesülök egy számomra is újdonsággal. Ez a sütő nem csak 250 fokot tud, hanem 275-öt. Grill funkcióban van. A kő bent van, melegszik, akkor el kell kezdenünk elkészíteni a pizzatésztát. Száraz élesztőt fogok használni, 5 g-ot. Ezt először is langyos vízben felfuttatom egy kicsit. Egy nagyon pici, egy fél evőkanál cukrot is teszek bele, attól gyorsabban életre kell az élesztő. Egyből a keverőtálba mérem bele. Szükségem van, hát körülbelül fél kiló lisztre. Lehet egy kicsit több is, általában ilyen 550 g-ot biztos bele szoktam tenni. Ez az én kis titkos trükköm, nagyon jól működik. Egy evőkanál mézet is szoktam beletenni a tésztába. Méghozzá nem akármilyen mézet teszek bele. Anyósom pitypang méze. Ígérem nektek, hogy egyszer kimegyünk a rétre pitypangot szedni, és el fogom készíteni itt a fotókicsomben. Na, és nem is lenne igazán pizza a pizza, hogyha nem tennénk bele olívaolajat. Jó, sokat, legalább egy 20 g-ot. Most ezt az egészet felrakom a dagasztógépre. És dagasztáshoz pedig itt van az úgynevezett dagasztóhorog. Aki látta a Pán Pétert, az hókapitánynak a kezén láthatott ilyet. Ez arra való, hogy tésztát, pizzatésztát, meg mindenféle tészta állagú dolgot, kenyértésztát összeállítsunk vele. Én most ezt fogom használni. Na, az élesztő időközben szépen felfutott, úgyhogy mehet hozzá a szajréhoz. És most már minden együtt van ahhoz, hogy elkészüljön a pizza tészta, úgyhogy csak be kell kapcsolnom a gépet. Amikor a tészta már kezd szépen összeállni, ez abból látszik, hogy már elszakad az edény falától, szinte teljesen sima az edény oldala, akkor nagyobb fokozatra kapcsolom, néhány percre, és aztán kész is. El is készült a tészta, szép ruganyos, elválik a kanáltól, pontosabban a dagasztóhorogtól. Fogom ezt az edényt, és egy kicsi olívaolajat teszek bele. Egy picit az olívaolajba megnedvesítem a kezemet, és ezzel nyúlok hozzá a tésztához, és ezzel belefordítom ide az olajba. Az olajban pedig szépen átforgatom, és itt van a gyönyörű, rugalmas, ragacsos pizza tészta, most pedig kb. Egy olyan 40 perce, vagy akár egy órára is félre rakom, hogy megkeljen. Amíg a tészta megkel, addig elkészítem
a házi készítésű pizzaszószt. Ez borzasztó egyszerű, az olaszok sem csinálnak belőle nagy faksznit. Hagyma kell hozzá, fokhagyma, sűrített paradicsom. Én kétféle sűrített paradicsomot használok, egy ilyen úgynevezett passátát, ami egy kicsit ilyen hígabb. És rendes, klasszik, sűrített paradicsomot is. Feldarabolom a hagymákat. Így, né? Jöhet az elmaradhatatlan olívaolaj. Mint minden olasz étel, ez is úgy kezdődik, hogy megpirítjuk a hagymát és a fokhagymát. Jöhet bele a só, attól a hagyma egyből elkezdi kidobni a levét. Mehet bele a tarkabors. Minden paradicsomos ételnek jól áll, hogyha egy kis cukrot is teszünk bele. Viszonylag nagy lángon csinálom ezt, mert szeretem, hogyha egy picit a hagyma oda is kap, imittam, azt úgy meg is barnul. Hozzá fog járulni ahhoz, hogy a füstös ízt reprodukáljuk itt a bezárt konyhában. A hagyma gyönyörűen megpirult, mehet bele a sűrített paradicsom. Most miután a sűrített paradicsomot is egy kicsit megpirítottam, mehet rá a passata, ami szintén egy paradicsom termék, egy kicsit lágyabb, mint a sűrített paradicsom. Ez kifejezetten az olasz tésztákhoz való. Egy kicsit visszaveszem a teljesítményét a gorenjének, szépen közepes lángon főzöm tovább, és közben természetesen beleteszem a jó kis fűszereket. Oregano, na, oh yeah! Isteni finom illata van. Egy jó nagy adagot adok hozzá, egy jó nagy evőkanállal. Sőt, nem szégyellek másfél evőkanállal beletenni. Így, né? És én belehajítok egy babérlevelet is. Megkóstolom először is így nyersen, hogy mit tud. Kell-e még bele só vagy ilyesmi? Vadul jön a paradicsom íz. Érdekes módon a cukor az nem édessé teszi a paradicsomot, hanem a savanykás ízét valahogy jobban kiemeli. Valahogy így keretbe foglalja. Becsapjuk magunkat, hogyha az elején sózzuk. A végén, amikor kialakult a végső állag, amikor összesűrűsödött, akkor érdemes megsózni és beállítani a végső só mennyiséget. A pizzaszósz szépen rotyog, szép lassú tűzön éppen csak gyöngyözik. Addig nézzünk rá a tésztára. Jó. Nagyon jó lett az állaga. Szép, nyúlós, habos. Ebből a mennyiségű tésztából kijön két hatalmas pizza, vagy négy normál méretű. Először is kis bucikat formálok belőle. Két kezünkkel egymás alá gyűrjük, mint hogyha csak az okninkat akarnánk párosítani. Így. Elkészült a pizzatészta. Ki is van porciózva, négy gyönyörű pizzát fogunk tudni készíteni ebből a tésztamennyiségből. Mikor megvannak a kis gombócok, akkor még egy fél órát hagyjuk megpihenni, utána kinyújtjuk, ellátjuk feltéttel, és lecsekkoljuk, hogy mit tud a jó kis pizzasütőkő. Ilyen jó állaga van, pont kenhető, már nem folyik. Még néhány percig hagyom, hogy följön, addig előkészítem az összes többi feltétet. Kikészítettem ide pár egyszerű dolgot, amit fel fogok használni a pizzához. Az olasz kajáknak a lényege mindig az egyszerűség, úgyhogy én sem fogom túl faxnézni. Sonkát fogok rátenni, reszelt sajtot, egy kis mozzarellát és gombát. Ehhez először is a gombát megtisztítom. Az ilyen földes részeket levágom róla, egyébként pedig semmi esetre sem mosom meg, mert a gomba olyan, mint a szivacs, nagyon hamar felszívja a vizet, és az nem tesz nekünk jót, hogyha sütni akarjuk. A kalapját pedig egyszerűen így, egy apró kis kés hegyével megnyúzom. Én például elárulom nektek, hogy én imádom a Hawaii pizzát. Tudom, hogy gáz, egyszerűen annyira finom. Valahogy azt gondolom, hogy a sós meg az édes, az valahogy olyan jól megfér egymás mellett. Úgyhogy én kifejezetten szeretem a Hawaii-t, amin ugye ananász van.
sokan ilyenkor felugranak és földhöz vágnak valamit. Engem nem érdekel. Én azt is szeretem. Szeretem, a pizza jó csípős. Lehet, hogy kéne tenni egy kis csípőset a szószba? Yeah. Rakok bele egy kis csípőset is. Na, a gombák szép tiszták. Akkor, ahogy ígértem, rakok egy kis csípőset a szószba. Ezt az úgynevezett Scotch Bonnet chilit választom. Így, jó bátran. Azt hiszem, nagyon bátran megfűszereztem. Közben úgy látom, hogy tökéletes állagúvá főtt az alapszósz. Gyönyörű püré állagúvá kenhetővé változott. A gombát ilyen szép, szexi, vékony szeletekre felszeletelem. Meg fogom borsozni, egy picit meg fogom sózni, és megöntözöm olívaolajjal. Jöhet rá a bors. És egy kanállal szépen összeforgatom, hogy a fűszerek és az olaj mindenhol bevonja egy kicsit a gombát. Így ne. A mozzarellát felszeletelem. Egy picit már most megsózom és meglocsolom olajjal. Jó bátor mennyiségű réteslisztet ide kiszórok. Fogom a legszebb bucit. Először szépen óvatosan, állandóan forgatva elkezdem nyújtani. Majd föl is emelem. Ezt persze Rómában sokkal ügyesebben forgatják a fejük fölött a srácok. Elkészült a... Hát kör alakúnak éppen nem nevezhető pizza. Ez a pizzalapát, ez nagyon menő szajré szerintem. Tökéletesen ráfér a pizzám. Először a szószt fogom rátenni. Szépen ilyen körkörös mozdulatokkal eloszlatjuk. És jöhetnek a feltétek. Ilyenkor jól jön, hogyha van egy kis friss fűszernövény is az ablakban. Egy kis bazsalikomot fogok rászórni, néhány levelet. Végül pedig az egész alkotást egy picikét megpöttyözöm olívaolajjal. Na, hölgyeim és uraim, most ugrik a majom a vízbe, pontosabban a házi készítésű pizza ugrik a gorenyébe. Nápolyban a pizzát körülbelül egy percig sütik egy jó forró kemencében. Nekünk biztos, hogy több idő kell hozzá, hiszen körülbelül egy nápolyi pizzasütő kemencének a hőmérsékletének a felét tudjuk elérni, de a felét legalább el tudjuk érni, amit semmi mással nem tudunk megvalósítani, csak ezzel a pizzasütőkővel. Ez egy nagyon jó találmány, úgyhogy most figyelem, már azt láttam, hogy fel is hólyagosodott a pizza széle, tehát nagyon gyorsan sül, még nincs bent egy perce. Nem biztos, hogy megütjük a nápolyiakat, de elég jó eredményre számítok. Körülbelül egy olyan 7-8 perce van bent a pizzánk. Közben folyamatosan figyeltem, hogy milyen az állaga. Szerintem most eljött a pillanat, hogy kivegyük a sütőből. Ez az. Teszteljük le, milyen lett. Az alja gyönyörűen átsült. Na, nézzük. Csak megpróbálom kézzel. Oh. Io mangio pizza. Nem tudok olaszul, csak most éppen egy olasz filmben forgatok.
Néhány szót azért meg kellett tanulnom. Jó csípős. Bocs, most muszáj elköszönnem.